Köszöntöm a nézőket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Elővigyázatosság, elmaradnak a városi nagy rendezvények. Kezdődik az iskola, minden diák ingyen kapja meg a tankönyveket az első héten. Győzelem, 5 góllal nyert az utolsó felkészülési mérkőzésen a Budakalász kézilabda ZRT. Elmaradnak a nagyobb városi események Budakalászon. A város polgármestere több járványügyi szakemberrel egyeztetett. A városnapi programok az irodalmi kávéház kivételével elmaradnak. A szeptember 12-ére tervezett Sétálj Bringáz Budakalászon rendezvényt időben eltolva és több helyszínre kibővítve szeretné megtartani az önkormányzat. A romló járványügyi helyzet miatt országszerte elmaradnak a hagyományos augusztusi tömegrendezvények. Nem tartják meg az idei könyvhetet és a színházi évadkezdés több helyen is bizonytalanná vált. Nincs ez másképp Budakalászon sem, ahol tegnap jelentették be, hogy a Sörfesztivál, a Városnapok, a Tour de Kalász és a Szüreti Fesztivál is elmarad a koronavírus járvány miatt. Folyamatosan kísértük mi is meg az önkormányzat figyelemmel az eseményeket. Nem gondoltam volna, hogy augusztusban egy ilyen döntés születik, tehát én bíztam azért abban, hogy ugye egy a belengetett második hullám előtt azért még meg tudjuk tartani ezeket a nagy rendezvényeket, de azt kell mondanom, hogy azért ez nem egy hasra ütött döntés volt az önkormányzat részéről, akik egyébként velünk nagyon korrektan egyeztettek végig, hanem ez egy alapos előkészítő, figyelő, elemző, adatgyűjtő munka következménye. Tehát azt tudni kell, hogy azért, hogy ugye nekünk egy orvos polgármesterünk van, sőt a mi bizottságunkban van egy másik orvos, tehát ők azért elég jó információkkal rendelkeznek a helyzetről. Azt tudom, hogy nagyon alaposan körbejárták, tehát tényleg beszéltek a operatív törzsel, a tiszti főorvosasszonya, mindenkivel, aki ebben kompetens. És tegnapi nap folyamán volt egy közel 3 órás megbeszélés, ahol még átrágtuk, átbeszéltük, mi a legjobb megoldás, mi a legfelelősségteljesebb döntés, és ennek a következménye lett az, hogy bár ugye van szabályozás, leírva az 500 fő fölötti zen és táncos rendezvényekre, de nagyon az volt az instrukció vagy a tanácsadás, hogy minden olyan esemény, ahol azért nagyobb létszámú tömeg egyszerre egy időben megjelenik, illetve nehéz mondjuk a távolságtartást megtartani, ott érdemes azon elgondolkodni, hogy megérje annyit ez a rendezvény, hogy megtartsák, és így lett az a döntés, hogy a szeptemberi nagyobb létszámú rendezvényeink, úgy mint a Szüreti Felvonulás, a Városnap, a Sörfesztivál és a Tour de Kalász, azt idén nem tudjuk ilyen körülmények között megrendezni. Ez egy nehéz döntés volt, nekünk ugye érzelmileg, mert azért nagyon sokat készültünk erre, dolgoztunk vele, rengeteg egyeztetés, papírmunka, stb. De elfogadjuk a döntést, mert az biztos, hogy tehát az egészség meg az ember élet a legfontosabb. Szeptember végén orvos Tóth Noémi érkezik a faluházba. Az előírások betartása véget több mint 100 jegyet nem értékesített a Kóskároly Művelődési Ház annak érdekében, hogy tudják tartani a megfelelő távolságot a közönség soraiban. A Városnap keretében ugye lesz egy könyvemutató, illetve 2 kiállítás megnyitó. Azokat megtartjuk, mert ugye azok kisebb helyszínen van, a kisebb létszám, azt meg tudjuk tartani. A klub foglalkozásainkat, azokat folytatjuk, ebben valószínűleg lesz újdonság is, tehát fognak indulni új foglalkozások. Elindul szeptemberben ugye a túra szakosztályunk, ha lehet így fogalmazni, tehát egy első túrával, tehát ez is egy újdonság, úgy gondolom. A Sétálj Budakalászont azt megtartjuk, és egy kicsit kibővítettük a tavalyi évhez képest, mert most már nem csak sétálni lehet, hanem akinek kedve van, az tud jönni kerékpárral, tehát egy picit így a Tour de Kalászt, hát nem pótolni, de legalább az érzetét visszahozni, illetve itt az egyes helyszíneken lesznek kulturális pluszok, amik tavaly nem voltak, tehát ezzel bővítettük. Mondok egy példát, a polgármesteri hivatal udvarán lesz egy pici mesterségek ünnepe,
Ez mondjuk újdonság, de egyes helyszíneken is lesznek kisebb koncertek vagy zenés dolgok. Ugye ez szét van húzva a városba, tehát ott megoldható, ez nem probléma. Tehát így próbálunk azért reagálni a dolgokra. Sajnos ugye október 1-én az idősek világnapját sem tudjuk ilyen körülmények között megtartani, mert ráadásul zárt téren lett volna a bálteremben, tehát 300 négyzetméter, mondjuk 250 potenciálisan veszélyeztetett korosztály, hogy az időseket nem tudjuk vendégül látni, de erre is van megoldásunk, úgyhogy valószínűleg majd egy online meglepetéssel fogunk készülni. Hát reagálunk az élet elénk állított akadályaira, és akkor próbálunk innovatívak lenni és valami megoldást találni. Úgyhogy azt mondom, hogy ilyen koncertek, színházi előadások, azok megtarthatóak ugye az előírások betartásával, tehát lehet, hogy ezt a csapásszámot akkor még növelni fogjuk évvégéig. Ugye vannak pályázati kötelezettségeink is, tehát azoknak mindenféleképpen azért próbálunk eleget tenni. Ezek főleg zenei témában vagyunk érintettek, úgyhogy ezt megtesszük, illetve ugye ami talán nem olyan látványos, de most megjelentek újabb pályázati kiírások, és most két pályázatot is készítünk, beadunk, amit már idén el tudunk kezdeni, meg a jövő évre vonatkozólag, tehát mi azért optimisták vagyunk, és arra készülünk, hogy tavasztól visszaállhatunk a régi kerékvágásba. Legközelebb pénteken a Konyha nevű zenekart hallhatja a közönség a Faluház kert helyiségében 19 órától. Rendkívüli ülést tartott múlt szerdán Budakalász város önkormányzat képviselőtestülete, ahol a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről, bölcsődei ellátási szerződés megkötéséről is döntött a grémium. 10 fővel határozatképes volt a múlt héten tartott rendkívüli testületi ülés, ahogy arról már korábban beszámoltunk. A képviselők 10 nyílt és 1 zárt napirendről döntöttek a tanácskozáson, ahol tárgyalták azt a határozati javaslatot is, ami a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről szólt. Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. A második alpontja javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására. Tehát két részből áll az előterjesztés. Első rész. A képviselő testületi döntésnek megfelelően közbeszerzési eljárást folytattunk le hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában. Az ajánlat tételi felhívásban előírt 2 darab ajánlat érkezett. Az eljárásban nem volt érvénytelen vagy figyelmen kívül hagyott ajánlat, a közbeszerzési eljárás eredményes volt. A nyertes ajánlattevő NHS Vértes vidéke hulladékgazdálkodási non-profit korlátolt felelősségű társaság, az eljárásban második helyen nyertes ajánlattevő pedig a Vertikál közszolgáltató, non-profit zárt körűen működő részvénytársaság. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? A testület tagjai név szerint szavaztak az előterjesztésről, amit 10 igennel elfogadott a grémium. Az előterjesztés második részéről külön döntöttek a képviselők. Következő napirendként az önkormányzat 2020-as közbeszerzési tervezetének módosításáról döntött a testület. A második határozati javaslat a meghosszabbított hulladékszállítási szerződés a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, de legkésőbb 2020. szeptember első napjáig szól. Arra a nem várt esetre, ha valami miatt a közbeszerzési eredményként kötendő szerződés nem kerül aláírásra, javaslom a jelenleg hatályos közbeszerzési szerződés ismételt meghosszabbítását. Az előterjesztéseket 10 igennel elfogadták a képviselők. A javaslatban döntés született a veszélyhelyzet idejére biztosított,
A polgármesteri jogkörben meghozott az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét a 9/2020 3.30-as számú határozat elfogadásáról. A közbeszerzési tervben az alábbi tételek módosítása vált szükségessé. Szolgáltatástárgya szerinti közbeszerzés uniós nyílt eljárásrend, valamint hulladékszállítás szintén uniós nyílt eljárásrend alapján. A módosításra azért van szükség, mert a több funkciós munkagép beszerzése hirdetménnyel induló nyílt eljárás és a beszerzés tervezett időpontja 2020 második fél éve. Az előterjesztést a pénzügyi és gazdasági bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Nincsen. Akkor felolvasom a határozati javaslatot. Budakalász város önkormányzatának képviselő testülete elfogadja a határozat melléklete szerint az önkormányzat 2020 évi módosított közbeszerzési tervét. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő testület 10 igen mellett a határozatot elfogadta. 5. napirendi pont, amely javaslatot tartalmaz bölcsödei ellátási szerződés megkötésére. Önkormányzatunk a korábbi években is többször ellátási szerződést kötött bölcsödei férjhely biztosítására a Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal, a Budakalászon állandó lakhelyen rendelkező és életvitelszerűen a településen élő családok bölcsödéskorú gyermekei részére. Mindezt az önkormányzati bölcsödék férőhely kapacitását meghaladó férőhely igények a Budakalászra beköltöző családok és a bölcsödéskorú gyermekek számának emelkedésével indokolta. Az önkormányzati fenntartású bölcsödékben 2020-21-es nevelési évre jelenleg 4 szabad férőhely van még, de az év közbeni és a 2020 év végére várható beköltözések után további gyermeklétszám emelkedésre az újabb bölcsödei férőhely igényekre kell számítani. Így az alapítvánnyal való ellátási szerződést javaslom változatlan feltételekkel 11 férőhely biztosítására megkötni. Az előterjesztést a pénzügyi és gazdasági bizottság és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Nincsen. Felolvasom a határozati javaslatot. Budakalász város önkormányzatának képviselő testülete a település bölcsödei férőhelyeinek bővítése érdekében ellátási szerződést köt a Csodabogár óvoda és bölcsödét fenntartó Csodabogár közoktatási alapítvánnyal. 11 bölcsödei férőhely biztosítására az ellátási díj szülőkkel történő 50-50%-os társfinanszírozásának vállalásával. A szükséges pénzügyi fedezet az önkormányzat 2020-as évi költségvetésében rendelkezésre áll. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadták a képviselők. A testületi ülésről készített összefoglalónkat holnapi híradónkban folytatjuk. Hamarosan kezdődik a 2020-2021-es tanév a Váci tankerületi központ intézményeiben. A tankönyvek szállítása zavartalan. A könyvellátó non-profit Kft. Mindenhová időben eljuttatja azokat. A könyveket az iskolákban, az első tanítási héten kapják meg a diákok. Ebben a tanévben már minden évfolyamon ingyenes a tankönyvcsomag. A Váci tankerületi központ iskoláiban több mint 17 ezer diákkal indul a tanév. A leendő első osztályosoknak már a tavalyi évben is lehetőség volt online beiratkozásra. Idén többen éltek ennek lehetőségével, a személyes megjelenés nem volt kötelező. Az iskolai évnyitókat kisebb létszámban, csoportra bontva is megtarthatják az intézmények. Lesz olyan intézmény, ahol az idei évnyitó ünnepség elmarad,
iskola rádión köszöntik majd az első tanítási napon a tanulókat. A jelenlegi helyzetben az összes köznevelési intézményben mindenre kiterjedő, rendszeres, napi többszöri fertőtlenítő takarítást végeznek majd. Kiemelt figyelmet fordítanak az alapvető higiéniás szabályok ismertetésére és betartására, a folyamatos vagy rendszeres fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, írt a közleményében az oktatási központ. Győzelemmel zárta a felkészülési mérkőzések sorozatát a Budakalász kézilabda ZRT. Tegnap az Orosháza csapata volt az ellenfél, akik ellen a fiatalok is pályára léptek az 5 góllal megnyert mérkőzésen. Így bizakodóan kezdhetjük meg a 2020-2021-es bajnokságot. Az utolsó felkészülési mérkőzését játszotta kedden délután a Budakalász kézilabda ZRT. A Ferencváros után az Orosháza volt az ellenfél a budakalászi sportcsarnokban. Az első fél időben 4 góllal vezettünk a Békés megyei csapat ellen, a mérkőzésen minden játékosát pályára küldte Csoknya István vezetőedző, így a kísérletezésre is jó lehetőség volt az összecsapás. A mérkőzésen 27-22-es végeredmény született. A kalásziaktól Koncz András 6 góllal, Jakub Prokop pedig 5 góllal vette ki a részét a győzelemből, de az egész csapat jó teljesítményt nyújtott. Erre utalt Csoknya István vezetőedző az összecsapás utáni nyilatkozatában. Sikerült egy kicsit megint előrelépnünk a játékunkat tekintve. Mindenkit pályára küldtem, a fiatalok is jól játszottak. A védekezésünk és a kapus teljesítményünk is kiemelkedő volt. Végül a várható időjárásról. Hideg front érkezik fölénk csütörtökre. Többfelé megélénkül, viharos lehet az északnyugati szél. Néhány fokos lehűlésre kell számítani. Sokat láthatjuk a napot, számottevő csapadék nem várható. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Elmaradnak a nagyobb városi események Budakalászon, a város polgármestere több járványügyi szakemberrel egyeztetett. Ingyen kapják meg a tankönyveket az első tanítási héten a diákok. Győzelemmel zárta a felkészülési mérkőzések sorozatát a Budakalász kézilabda ZRT.
Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. De maradjanak továbbra is itt a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik a Köztér című magazinműsorunk, aminek vendégei az 1111-es számú Szent István cserkész csapattagjai lesznek. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!